A klímaváltozás magyarországi hatásairól és a szükséges teendőkről Botár Alexát, a Magyar Természetvédők Szövetségének szakértőjét kérdezzük. Ha a mostani ütemben folytatódik a felmelegedés, milyen hely lesz Magyarország 2050-re? Ha a mostani ütemben folytatódik a felmelegedés, akkor sajnos Magyarországon eléggé katasztrofális helyzet alakulhat ki, mint ahogy egyébként a világ többi részén is. Tehát várható, hogy sokkal sűrűbbek lesznek az időjárási szélsőségek, ugye teljesen felborulnak az évszakok, ugye már most is vannak jelei ennek, hogy de ez még súlyosbodik, az élelmiszertermelés nagyon súlyos zavarokat szenved, aszályok, özönvízszerű esők gyakorlatilag annyira rendszeressé válhatnak, hogy ez nagy problémát jelent. Magyarország hogyan járulhat hozzá az ENSZ és az EU klímavédelmi céljaihoz? Át kell ugye gondolnunk az energiapolitikát, például ugye a szenes szénből termelt áramot lassan ki kellene vezetni, ugye a nagy kibocsátású iparágaknál jobban kellene a kibocsátásokat csökkenteni, és például a lakosságnál, és ugye van lehetőség a kibocsátások csökkentésére úgy, hogy például megfelelően leszigeteljük a házakat, ugye, és ezáltal gyakorlatilag akár 40%-a is csökkentető a lakossági szektornak a kibocsátása.